ember művészetfilozófus barátom, Kunma Misi barátja, és sorstársa ráadásul maga módján, mert ő is festőművész is. Szóval Sipos Andi fogja méltatni a képeit Misinek. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket Budának egyik legszebb galériájában. Mi jellemző Ludma Mihály festészetét? Figuratív festő, megrajzolja pontosan a formákat, de a szürreális absztrakció felé elvonul. Ez az első jelenvonása. A másik jelenvonása a visszafogott eszközhasználat. Szinte monokromatikus, kék, kozmikus színvilágot alkalmaz. Nála a legfontosabb a letét, a festék felhordás, az ecsetjárás útvonalai fontosak, ez minthogyha egy balett lenne, egy tánc. Nézzük meg az ecsetnyomokat a képein. A forma, de hiszen a formák szinte feloldódnak a térben. Nyitott kompozíciókat csinál, szürreálisan, mintha az indulat, a feszült érzés keresné a teret, a formát, az útvonalat, mely a végtelenbe vezet. Nézzük meg a képeket. A téli táj sorozat. Mindegyik képnek másik címe van, de téli táj. És azonnal feltűnik az embernek, amikor belép ebben a térbe, a kék a tisztaság színe, az ég a hó. Tehát úgy jelenik meg a feszültség tisztaságként. Ikonosztáz jellegűen lettek elhelyezve a képek. És ezeken a tájképeken is érezzük a megtisztulást, az egységbe foglalt kontrasztot. A kedvenc képeim a múltba néző és a nevető nő. Ez ugyanaz a nő, ez a nevető nő, de a múltba nézőben a nevető nő az nyitottan nevet, mellette egy férfi is van, a múltba néző nőben van egy lírai zártság, egy megható. A vörös sávok megjelennek itt finoman. A szomorúság, a belevetettség. A nő tudja a titkot, de most a múltban néz, nem a jövőben néz. A nevető nő viszont benne van a jelenben, velünk van. Hát az egyik főműve, a másik terem közepén van, mindenki azon észrevette, a Csábító című kép. Az az odalisz nő, az a titokzatos nő, aki csábít is, valami titkot tud, de ezt mi velünk soha nem tudja közölni, vagy soha nem tudjuk mi feltárni. Lehet, hogy a nők olyan, ugyanilyen titkot látnak bennünk, de hát azt nem tudom felfogni igazán. Démonikus erő van ebben a képben. Egy belső izzás, nézzük meg azt a teret, szinte monumentálissá teszi. Lángoszloppá válik. Tehát szinte kivetül ez a fekete ruhás, pettyes ruhás nő, a fekete-vörösnek egy kontrasztja, és a szubsztrátumban szinte kivetíti azt az izzást, azt a ragyogást, a fekete-vörös-narancs szimfóniát. Nagyon szépek a grafikái. Például nekem a Korpusz a kedvenc grafikái. Itt látszik, hogy nagyon jól tud rajzolni, megtanulta a szakmát. Gerincvonal, a derékszög, csak jelzésszerű a kereszt. Ez egy teljesen térbeli alakzat, én egy drótplasztikát készítenék belőle, szellemvonaljáték. A vonal a legfontosabb kifejező eszköz. Rengeteg érzés jelenik meg ezekben az indulatosan, őszintén, frissen felrakott képeken. Örülök neki, hogy ez a kiállítás létrejött, és kívánom Ludva Mihály sorstársamnak, hogy folytassa a művészettörténeti feltáró munkát, és a grafika és a festő alkotó munkát, és ez a tárlat adjon lendületet a tovább lépéshez. A kiállítást ezzel megnyitom, és folytatjuk a konzultációt, illetve hallgatunk zenét.